A Burza Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázatot idén is két kategóriában hirdeti meg a település. Az A-típusú kiírásban október 30-áig a már felsőoktatási képzésben résztvevő, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek. A B-típusú szerint pedig azok a középiskolások pályázhatnak, akik a 2009-2010-es tanévben fognak érettségizni. Ez utóbbi esetben is október 30-a a benyújtási határidő. Előnyösebb feltételek mellett pályázhatnak 2010-től a felsőoktatásban résztvevő tanulók. Mind a gyermekét egyedül nevelő szülők esetében, mind pedig, ahol két szülő van a családban, illetőleg árvák, félárvák esetében is az egyfőre eső jövedelem határa korábbihoz képest 10%-kal növekedett. Ez azt jelenti, hogy ha két szülő van a családban, 45.600 forint az egyfőre eső jövedelem, illetőleg egyedül nevelő szülő esetén 59.850 forint, félárvák, árvák esetében pedig 74.100 forint. Mind a két pályázat a 2009-2010-es tanév második és a 2010-11-es tanév első fél évére vonatkozik. Ezáltal is azt tette lehetővé a képviselőtestület, hogy minél többen pályázhassanak erre az ösztöndíjra. A támogatás összege nem változott, ez 5000 forint ugyanúgy, mint ahogy a korábbi évben is volt, de én csak biztatni tudom a tovább tanulókat, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. Úgy gondolom, hogy minden családnak az anyagi körülményei egyre nehezebbé válnak. Ez pedig egy olyan lehetőség, amit az önkormányzat annak ellenére is még megpróbál biztosítani, hogy a mi helyzetünk is egyre nehezebbé válik. Az új jövedelem határokkal többen pályázhatnak tehát, de ez emellett nem jelent majd kirívóan nagyobb terhet az önkormányzat számára. Éppen ezért támogatták ezt a változást a képviselőtestület tagjai, tette hozzá az aljegyző.